Újoncként vágott neki az NB3-as szezonnak a sényűi futballcsapat, amely utcahosszan nyerte a megyei első osztályú bajnokságot, és mellette az amatőrkupát is elhódította. Nyáron Sándor Tamás helyett az Imrő László Fiumei Viktor páros vette át a szakmai munka irányítását, a csapat pedig ott folytatta, ahol egy osztályjal lejjebb abbahagyta. A 8. forduló előtt három másik csapat társaságában 16 pontos volt a sényű, a Cigánt elleni 2-0 sikernek és a többi eredmény alakulásának köszönhetően viszont már egyedül vezetik a keleti csoport tabelláját Kapacidáig. Ráadásul a Magyar Kupában is áll még az együttes, az osztálytárs Makó pedig egyáltalán nem tűnik legyőzhetetlen ellenfélnek a legjobb 32 közé jutásul döntő párharcban. A klub elnöke szerint a vezetőket is meglepték az elmúlt hetek eredményei. Ilyen jó kezdésre nem számoltunk, ez minket is meglepett, bár a lejátszott meccsek játékképe alapján úgy gondolom, hogy amit elértünk, az reális. Mint Pehely Zoltán elmondta, a jó kezdés ellenére is igyekeznek a földön maradni, így továbbra is a bajnokság elején kitűzött célebek a szemük előtt. Nem változott semmit, a biztos bennmaradás. Talán annyi, hogy szeretnénk minél hamarabb ezt bebiztosítani, akár már az őszi szezonban annyi pontot szerezni, hogy tavasszal nyugodtan játszunk, és talán azt is most már reménykedünk, hogy akár ez a bennmaradás egy számjegyű lesz. A 8. forduló további eredményei a következők: Deac Jászberény 5-1, Eger Szolnok 2-0, Füzes Gyarmat Diósgyőr 2-0, Gyöngyös SMTK 0-0, Nyírbátor Tája 0-2, Tiszaújváros Sajóbábony 5-2 és Putnok Salgótarján 3-1. A tabella élén a 19 pontos Sényű áll, megelőzve a 17 pontos SMTK-t. A Nyírbátor 13 ponttal a 9. helyen várja a folytatást. A következő fordulóban a Sényű Tájára, a Nyírbátor pedig Sajóbábonyba látogat.